Jó estét kívánok, ez még mindig a Szabad Szemmel, az ATV politikai közéleti háttérműsora. Hozhat olyan intézkedéseket a kormány, amelyek kiállják a jogszerűség próbáját a kúria jövőbeni devizahitelesekkel kapcsolatos döntéseitől, függetlenül is. Ezt mondta a Szabad Szemmelnek két a szerződéskötéseket jól ismerő jogász. Orbán Viktor noha határozott kéréssel fordult Darák Péter kúria elnökhöz, hogy szülessék jogegységi döntés. Egyelőre korai a sürgetés. Somos András riportja következik. Ismerős képek azonos témára. Bajban lévő adósok, intézkedésekkel próbálkozó kormányzat, kibújni igyekvő, megszorongatott korábban jelentős profitot szerzett bankok, növekvő elégedetlenség. Pedig a 2000-es években mindez oly távolinak tűnt, amikor újra megelevenedett a Kádár rendszer. Az amerikai álom sokakat megszédített. Most megvan, majd később kifizetjük. Nem lesz gond. Egyszerre úgyis csak keveset kell fizetni. Így aztán egy olyan örvénybe kerültünk, ami egyre mélyebbre húzott. Ott, ahol a fogyasztásnak kultúrája van, a fiatal házasokat könnyen elragadta a hév. A felzárkozni vágyó magyaroknál is szükség volt a tájékoztatásra. Okosabban tesszük, ha időnként fékezünk a fal előtt, és nem várjuk meg a becsapódást. A 2006-os költségvetési kiigazítás miatt az állam visszavonulót fújt a kamattámogatások terén. A forinthitel drága lett, jött a devizahitel. 2009-ben már elég volt egy bemondott jövedelem, és csak azt nézték a hitelbírálók, mekkora az ingatlan fedezeti értéke. Olyan vita, hogy ezt mindenképpen meg kéne szüntetni, és ez egy teljesen rossz, hibás termék, ezt előtte azért senki nem mondta. És így futottunk bele ugye abban a helyzetben, hogy egyszerűen mindenki azt gondolta, hogy ez egy vállalható kockázat. Kiderült, hogy az árfolyam 270-ig ment el 2011. augusztusára, úgyhogy a 2010-es kormányváltáskor még 180-on állt. Igazodásképpen a korábbi évtizedben nem volt a frank 200 forint felett. Money. 2011. októberében a végtörlesztés beindulásakor minden tizedik ember volt devizahiteles. Az árfolyamgát sem hozott megoldást, tavasszal 110 ezeren rendelkeztek 90 napon túli devizahitel tartozással. Ők kívül maradtak a rendszeren, az országgyűlés viszont a hét elején egy nap alatt számukra is megnyitotta a csapokat. Elfogadta. A Fidesz nyomatékkal ajánlja, hogy a bankok a törlesztőket 25%-kal mérsékeljék. Indokoltnak látjuk, hogy a bankok a 90 napon túli tartozással rendelkezők esetében, amennyiben belépnek az árfolyamgátba, engedjék el a tartozás egy részét, annak érdekében, hogy az adósok ismét fizetőképessé válhassanak. Rogán Antal azt mondta, ha a bankok erre nem hajlandók, akkor a kormány nem vállal garanciát a gyűjtőszámlán lévő összegre. Minden banknak egyedileg kell ezt mérlegelnie, üzletpolitikai döntés így általánosságban elő nem tudunk nyilatkozni. A szóvivő szerint a válság kitörése óta már egyénileg is tárgyalniuk kell az ügyfelekkel, ez 2010 nyara óta gyakorlat. 735 ezer szerződés volt akkor aktuálisan, ebből az adataink szerint mintegy kétharmada a szerződéseknek valamilyen módon módosításra került. Nem az a devizaadós mentés, amit nagy dérrel durra bejelentett nyár végén a kormány. Nem történt meg a forintosítása a devizahiteleknek. Varga Mihály néhány hete azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy ha a határidőt nem tartják a bankok, jogszabályba rögzítik a törlesztő részleteket. Az én pénzemnél kiszámolták, ha az adós 400 frankot, azaz jelenlegi árfolyamon számolva 96 ezer forintot törleszt havonta, ebből a fiktív példa szerint 43 ezer forint a tőketörlesztés, 53 ezer a kamat. Árfolyamgáttal mindössze 72 ezeret kellene fizetni. A tőkerésznél közel 11 ezres a megtakarítás, ami gyűjtőszámlán halmozódik 5 évig. A kamat esetében 13 ezret spórolhatunk, ezt később sem kell visszafizetni, az állam ugyanis átvállalja. A könnyítés 5 évre szól, aztán ha a hitel még nem járt le, a gyűjtőszámlán felhalmozott forinthitelt és a megmaradt devizakölcsönt egyszerre kell visszafizetni havonta, utóbbit aktuális árfolyamon. Egész nap csörög a telefon, hogy csak ennyi a megmentés, nagyon sokan úgy érzik, hogy ez számukra nem biztos, hogy a legjobb megoldás lesz. Sokan félnek belépni a rendszerbe, mert azt látják, hogy a törlesztők felmennek, és nekik nincs elég jövedelmük. A hitelkárosultak szerint a rögzített kamat és a kétoldalú megegyezés a megoldás. Jön a társadalomnak a felhördülése, hogy és igen, de mi van a forint hitelesekkel, és igen, mi van azokkal, akik egyáltalán nem vettek fel hitelt.
És egyébként tegyük hozzá, hogy az árfolyamgátat is mi fizetjük mindannyian, amiket ugye elengednek az adósoknak. A miniszterelnök heti nyilatkozatai várakozó álláspontot tükröznek. Azt szeretnénk, hogyha a kúria átérezné ennek az ügynek a társadalmi fontosságát és súlyát, és a szokásos ügymenettől és időrendtől eltérően a magyar emberek érdeke szerinti időben születne most döntés. A probléma az, hogy nagyon sokféle szerződést kötöttek a bankok és az adósok, és ezeknek a problémáknak tulajdonképpen a szűrését, feltérképezését is elvégzik azok az elsőfokú bíróságok, amelyek ezekben az ügyekben eljárnak. Amennyiben jogorvoslati kérelmet nyújtanak be a kúriához, természetesen eljuthatunk egy jogegységi határozathoz is. A kúriához fordultunk ezért, hogy megtudjuk, hogy van-e ilyen eljárás folyamatban. A válasz arról szólt, hogy a nagy várakozás ellenére nem tartalmi kérdésekben, hanem várhatóan csak eljárásjogi ügyekben fog dönteni a kúria, illetőleg az elég kerülő konkrét jogügyletekben. Korlátozott habzásúak az eredmények. Égető szükség volna a kúria jogegységi döntésére, mondja az egyik első devizahitel pert a 2000-es évek végén megindító ügyvéd Círmes György. Az ügyvéd azt mondja, az uniós jog szerint érvénytelen szerződés egy tagállami bíróság nem is módosíthatna. Emiatt, ha Brüsszel felfigyel erre, lehet, hogy az unió bírósága elé kerülhet az ügy. Ha ez a gyakorlat alakulna ki, akkor valószínű, hogy az országhatár túl kell lépni majd a perlő feleknek, és a Strasbourgi bíróságig is el kell menni. Az IMF-fel kötött sokat szidott 2008-as szerződés lehet, hogy megsegíti a devizahiteleseket. Az első felülvizsgálati megállapodásban az akkori pénzügyi kormányzat vállalta a lakossági adósságszolgálat részleges állami garanciáját, arra az esetre, ha törlesztő részletek több mint 25%-kal emelkednének. Az ügyvéd már 2-3 perében is erre hivatkozik, hogy a bankok egy ilyen megállapodás miatt nem is mondhatták volna fel a nem fizető adósok szerződését, hanem helyettük az állam felé élniük kellett volna behajtási jogukkal. Ez egy leckert, mindenki tanul. A pénzügyi jogász szerint függetlenül attól, hogy a kúria mikor dönt, a kormány belenyúlhatna a hitelszerződésekbe. Ha olyan megváltozott körülmények lépnek fel, amelyekkel a felek nem számolhattak racionálisan, és ez széles társadalmi rétegeket érint. Az Alkotmánybíróság 1990-ben a lakáshitel kamatokat engedte megemelni, sőt a Bokros csomagnál is engedte a hosszú távú szerződések módosítását. 2 évvel ezelőtt pedig a végtörlesztésnél is jóváhagyta, hogy az országgyűlés rögzítse az árfolyamokat, visszamenőlegesen módosítva a magánszerződéseket. Ez persze üzenet a befektetőknek, erre célzott Mário Draghi egy hónapja. Az LKB elnöke attól óvta a magyar kormányt, hogy a devizahitelek átváltása miatt felgyorsuljon a hitelezés visszaesése, ami negatívan hatna a stabilitásra és a gazdasági növekedésre. Egy közös pontja van a szerződéseknek, hangsúlyozza a Szociális Fórum képviselője. Kölcsönszerződések nem voltak. Ez itt lényeg. És ezt kellene végre tisztázni, akár a kúriának, akár a kormánynak, vagy együtt a kettőnek, mert ez teljesen evidens. Az eredeti forint összegre járó kamatot az eredeti feltételekkel kellene most is fizetni az adósoknak, mondja. A devizahitelesek soha nem kérték, hogy közpénzből finanszírozzák az ő bajukat, hanem mindig azt kérték, hogy a bankok a már realizált profitból finanszírozzák a kárpótlásukat, és írják jóvá a túlfizetéseiket a tőkeszámlán. Vendégeimmel tehát először erről beszélgetünk, remélem lesz idő másra is. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető helyettese, és Harangozó Tamás, a Szocialista Párt frakcióvezető helyettese. Jó estét kívánok! Felszólította a miniszterelnök, használtam ezt a szót, hogy felszólította a kúriát, hogy tegyen rendet a devizahitelesek ügyében? Szerintem lehet természetesen bármilyen szót használni, de nem teljesen pontosan írja a helyzetet. Arra kérte a miniszterelnök a kúriát és a kúria elnökét, hogy függetlenül attól, hogy milyen tartalmú döntést kíván hozni ebben az ügyben, természetesen senkinek beleszólása nincsen, de minél előbb szülessen döntés, mert az alsóbb fokú bíróságokon megszületett ítéletek, azok egyáltalán nem egyeznek. Ez ad okot arra, hogyha a kúria úgy látja, akkor jogegységi eljárást is lefolytathat, és akkor legalább világosan látnánk, hogy a jogértelmezésre kizárólagos hatáskörrel rendelkező legmagasabb szintű bírói fórumnak mi a véleménye ebben a kérdésben, és az a vélemény ez onnantól kezdve kötelező mindenkire. Mi a véleménye egyrészt a miniszterelnök kéréséről, másrészt a jogegységi döntés ötletéről? Hát nézze, alapvetően azzal, hogy az államhatalom különböző szereplői
kommunikálnak egymással, vagy akár kérést is fogalmaznak meg egymás iránt. Én azt gondolom, hogy ezzel így nincsen gond. Tehát a miniszterelnök úr azt mondta volna, hogy gyorsan és ezt döntsétek, akkor nyilvánvalóan az vállalhatatlan és felháborító. Már ehhez hasonló történt már a múltban, ez most nem ilyen. Tehát az, hogy a miniszterelnök egy komoly társadalmi problémát okozó kérdésben arra kéri a kúria elnökét, hogy egy jogegységi döntést hozzanak, hiszen valóban az elsőfokú ítéletek között ilyen is olyan is van, és ez jogbizonytalanságot okoz, ezzel nincsen gond. De hát azért azt látni kell, hogy itt alapvetően nem a kúria fogja ezt a problémát megoldani, és egy picit ilyen menekülésnek is tűnik ez a probléma elől. Miért? A kormány részéről, mert hát ezt a problémát még egyszerűen nem a kúria fogja megoldani. Azt már az egész devizahitelezés problémáját. Tehát az, hogy itt egységes joggyakorlat legyen, és derüljön ki, hogy a bíróság megítélése szerint, bár tudjuk, hogy, és hallottuk is, hogy nagyon sokféle szerződés, nagyon sokféle kitétele született itt, de hogy azon a vonalon, azon az ágon mire lehet számítani, az fontos, de azt gondolom, hogy a deviza hitelezés problémájának megoldását azért már csak ne a bíróságoktól várjuk egymagukba, főleg akkor, amikor itt nem olyan régen még azt mondta maga a kormány, hogy egy hónapot ad, és akkor utána azonnal lépni fog. Sőt, tehát az elmúlt 3-4 évben mindenki erről beszélt, és az elmúlt 3-4 évben is csak olyan megoldások születtek, amik egyébként nem a teljes devizahitelezés problémáját oldották meg, sőt, kifejezetten azoknak segített, akik egyébként is valamilyen szinten olyan mozgástérre rendelkeztek, hogy például ki tudták váltani forint hitelre. Most is erről van a problémájukat, mármint? Hogy a legújabb döntésekkel is csak időhúzásról van szó? Én szerintem a november 1-i határidőt követő első parlamenti ülésen, ha jól emlékszem, akkor az MSZP támogatásával tértünk el a házszabálytól, és tettük azt lehetővé, hogy a 90 napnál hosszabb lejárt tartozással rendelkezők is beléphessenek az árfolyamgátba, illetve lehetővé tettük azt, hogy az ő esetükben a banka fennálló tartozást elengedhesse. Ugyanakkor én azzal nem értek egyet, hogy nem jelenthet megoldást a kúria jogegységi határozata. Miért? Mert szerintem jelenthet megoldást, hogyha ez a határozat azt az ítélkezési gyakorlatot tükrözné vissza, ami mondjuk a fővárosi ítélőtáblán egy ítélet is visszatükröz, mely szerint tisztességtelen szerződési kikötés volt az, ami a bankot felhatalmazta arra, hogy módosítsa a kamatot, hogy az árfolyam növekedés esetén a kockázatot kizárólag csak a hitelfelvevő viselje. Tehát, hogyha ugyanazt kimondaná a kúria is, amit egy-egy ítélet kimond, kicsi más ítélek más mondanak, akkor ez a helyzetet azonnal megoldaná. Hozzáteszem, Horvátországban is ez történt, de milyen értelemben természetesen tudjuk, hogy hol van a határ, és én ebben képviselőtársammal is egyetértek. Nekünk nem a kúriának kell azt mondani, hogy hogyan döntsön. Vannak olyan elsőfokú ítéletek, sőt most már jogerős ítélet is, mert az ítélőtábla ilyet hozott, ami megoldaná ezt a problémát, hogyha általános gyakorlat lenne, valószínűleg a bankrendszernek súlyos gondokat okozna. Tehát azért ezeket az ügyeket részben ők idézték elő. És akkor a kormánynak egész más a mozgástere, illetve akkor nem kell tenni semmit. Horvátországban egyébként hasonló történt. Jó az nekünk, hogyha a bankrendszer súlyos gondokban van? Nem, az természetesen rossz, de az se jó, hogyha az emberek vannak, vagy az emberek szembesülnek súlyos és megoldhatatlan gondokkal. És azért nem akarok feltétlenül a helyzet előálltára visszamenni, mert hát, hogyha nem csak pártpolitikai keretek között tudjuk ezt a vitát lefolytatni, de az biztos, hogy az állam és kisebb részben a hitelfelvevők mellett a legsúlyosabb felelősség a bankokat terheli, hogy egy ilyen, szerintem lehet mondani, hibás terméket piacra dobtak, és ennek a veszélyére sem figyelmeztettek kellőképpen. Akkor azonos tényállások, azonos élethelyzetek, azonos módon való megítélése lehet mégiscsak megoldás erre a problémára. Mármint a bíróság részére. Persze, csak még egyszer mondom, nem. Ugye a bíróság azt mondta, hogy ő nem érdemben kíván, ha jól értettem, most legalábbis legutóbb ezt olvastam, nem érdemben kíván most sem a kúria ezzel foglalkozni, hanem eljárás jogilag kíván vele foglalkozni. Ez egy nagy kérdés lesz valóban. Mi lehet az hogy ezt a kúria próbálja kerülni? Hát nézd, azt nem tudom, kell megkérdezni, nekem erről fogalmam sincsen. Az egy valós magyarázat lehet, amit Darák úr itt az interjúban is elmondott, hogy különböző bankok különböző szerződéseiről beszéltünk. Nagyon tehát nem lehet szerződésről különböző feltételekkel és különböző megoldásokkal, ezért valószínűleg nem lehet egyet. Vagy általánosságban persze azt lehet mondani, amit képviselőtársam mondott. Annak persze azt látni kell valóban, hogyha egy ilyet a bíróság maga bevállal és egy huszáros vágással ezt kimondja, azt szerintem nem a bankrendszer problémáját fogja okozni, hanem nagy valószínűség egyik napról a másikra való megingását, vagy akár összeomlását is. Tehát akkor majd azon az ágon kell a kormánynak valamit csinálnia. De még egyszer mondom, ebben nem akarok én ítéletet hozni, csak ugye ezt látni kell ebbe a döntés. A másik szerintem nagyon nagy probléma, hogy persze behozták azt a javaslatot, ez sem lehet érteni, hogy miért csak most, hogy a 90 napon túliak is részt vehessenek ebbe az árfolyamgátba, amit szintén az interjúban hallottunk, hogy azért nagyon sok embernél
ez úgy mutatkozik meg, hogy hát ennél nagyobb segítséget vártak, vagy nem érzik érdemi segítségnek. Ez se persze minden segítség jó jön mindenkinek, de mondjuk életvitelszerűen, vagy az életüket alapvetően befolyásoló döntésnek nem élik ezt meg. És azért szó volt az elmúlt években például arról az eszközkezelőről, amit mi javasoltunk az első perctől kezdve, és valamilyen formája ott is félig bejelentésre került, aztán eltelt egy év, eltelt nem tudom mennyi idő, és kiderült, hogy nem működik, nem csinálják. Hiszen például az a megoldás, az kifejezetten azoknak az embereknek tudna segítséget adni, akiknek nincs hova hátrálni, akiknek már csak a kilakoltatás van vissza, és ezek is nagyon számosak. Igen. És ugye ennek egy olyan megoldása lenne, ami az állam maga a tulajdonba veszi az ingatlant, és ott egy alacsony törleszt, vagy egy alacsony bérleti díjjal egyébként bennmaradhatnának azok a családok, akiket most ugyan a térre való tekintettel nem lehet kilakoltatni, de ez a probléma megint szembe fog velük jönni, és sok-sok tízezer és százezer emberről beszélünk. Kicsit olyan ez, mint a rezsicsökkentés, hogy aki igazán szegény, azon most sem segítettek. Hát, szerintem meg kellene azt kérdezni a rezsicsökkentést haszonélvezőinél is, hogy vajon nem segítsége az, hogyha valaki 20%-kal kevesebbet fizet. A haszonélvezőinél természetesen, igen, most a haszon de nem élvezőinél. Ott mindenki haszonélvező. Itt pedig meg kell nézni, hogy egyrészt miért állt elő ez a helyzet. Ugye itt a Huszkó Péternek is olvastam egy interjúját, és ott is egy alapvető tévedés. Tehát ő azt mondja, hogy ha ma euróval fizetnénk Magyarországnak, ez a probléma nem állt volna elő. Most megint nem megyünk bele abba, hogy miért nem fizetünk euróval Magyarországon, lehet, hogy máshol ennek még előnye is van. Na de azért azt látni kell, hogy Magyarországon a devizában eladósodás még nem is csak euróban történt, ami egy vállalása a csatlakozáskor minden új tagállamnak, így Magyarországnak is, hogy majd egykor be fogja vezetni, hanem a deviza szerződések 90%-a az svájci frankban kötetett meg. Most innentől kezdve a svájci frank euró árfolyam az 25%-kal változott, még az a 25%-kal lett erősebb a svájci frank az euróval szemben. Tehát az euró bevezetése sem oldotta volna meg ezt a kérdést, mondom, függetlenül attól, hogy összességében jó lett volna az, ha már megtörténik, illetve kinek a felelőssége, hogy nem történt meg. Így aztán azt tudom mondani, hogy a kormányváltás óta volt lehetőség végtörlesztésre, 170 ezeren értek vele, az árfolyam gátba való belépésre eddig 170 ezer embernek volt lehetősége, vagy legalábbis 170 ezeren gondolták úgy, hogy belépnek. Nyilván most, hogy megnyitottuk a 90 napon túli adósoknak is ezt a lehetőséget, még jó néhány tízezren ezer élni fognak. Van még szükség lépésekre? És az eszközkezelő is elindult, csak az eszközkezelő, ugye a baj az, hogy ott az államnak, vagy az állami eszközkezelőnek meg kellene vásárolni az ingatlanokat, ha jól tudom, erre 4-5-6 ezer esetben sor került, tehát nagyságrendileg az állam arra nem képes, hogy 100 ezerével vásároljon ingatlanokat. Ez döntés kérdése. Hát meg kell, persze minden döntés kérdése, de meg kell nézni, hogy a költségvetési vonzata mondjuk 100 ezer, vagy 200 ezer, vagy 400 ezer lakás megvásárlásának mennyi lenne, és akkor úgy gondolom, hogy... Akár egy másik sorrovására. Akármilyen sorrovására, csak az olyan nagyságrendű összeg, hogy ezt ma Magyarország egész egyszerűen tudja elviselni. Attól függ, mert majd amiről beszéltünk, hogy a bíróság milyen döntést hoz, az sem biztos, hogy Magyarország el tudja viselni, de azért Ócsai lakóparkra volt pénz. Nagyon-nagyon sok milliárd forintért, ami egyébként mementóként állott a város csak nem ez a nagyságrend, tehát most szélén. De döntéskérdés ez csak azt mutatja, hiszen ennyi pénzt arra kidobni is biztos, hogy dőreség volt, és akkor valószínűleg finoman fogalmaztunk. De ugye ha az eszközkezelőt nem csak az adósmentésnek az eszközeként nézzük, hanem annak, hogy Magyarországon például a társadalmi mobilitás egyáltalán az, hogy a munkaerőpiaci problémák és mindenféle ilyen hasonló dolgok miatt mekkora problémát okoz mondjuk egy nyugat-európai országhoz képest az valóban, hogy a bérlakás állománya Magyarországon az milyen alacsony. Ezt a kettőt összekötve, ha az egy valódi kormányzati szándék lenne, akkor ezt is meg lehetne oldani, és azt gondolom, hogy a kettő cél együtt már felér például annyival, de most csak ez egy példa volt, amiért érdemes sokkal több pénzt áldozni, hiszen ma Magyarországon a munkavállalók helyzetét az súlyosbítja egyébként legjobban, hogy a környékén, ha nincs munkaerő, akkor gyakorlatilag egy magyar családnak vége van, mert nincs arra Magyarországon lehetőség, kultúra, például a bérlakásprogram mobilitási lehetőség, ami Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban megszokott, hogy fogja magát és egy munkahely miatt az egész családjával átköltözik, ez ugye ma nincs. Tehát ma Magyarországon az ingatlan tulajdon az egyetlen szent egy család életében, és az utolsó, amihez nem engednek nyúlni. És még egyszer visszatér az alapproblémához, tehát valóban az a gond, hogy itt 1-200 ezer család, és biztos, hogy nagyon örülnek neki, és biztos, hogy nagyon fontos, hogy tudtak segíteni, de azért itt rengeteg olyan ember van, akinek semmilyen megoldás továbbiakban sem adott, és ezek tényleg jellemzően azok, mint hogy a rezsicsökkentésnél is el lehet mondani, az a kis nyugdíjas, aki
naponta kétszer kapcsolja fel a villanyt, amikor kimegy a mosdóba, és visszamegy, és van egy 1500 forintos villanyszámlája, nyilván neki a 150 vagy most már 300 forintos rezsicsökkentés, hogy mondjam, nem hozza azt az eredményt az életvitelében, vagy nem hozza azt a segítséget, mint amit egyébként egy jómódú embernek automatikusan ez a megoldás. Mielőtt belemegyünk a rezsicsökkentésbe, hadd térjek át önökkel egy olyan témára, ami most nagyon aktuális, hiszen holnap kerül sorra a parlamentben. A Fidesz kezdeményezni fogja, hogy az országgyűlés holnap fogadja el azt a jogszabályt, amely megakadályozná, hogy az Ároktői Banda újabb tagja kerüljön házi őrizetbe. Hozzájárul-e a szocialista párt a házszabálytól való eltéréshez, hogy megszogorítsák a BTK-t? A házszabálytól való eltérés, az sürgősséget azt támogatni fogjuk, bár reggel fogunk döntést hozni ebbe, hiszen nem eléggé végleges döntést, hiszen egy eléggé friss, ilyen szempontból friss ügyről van szó, és a kapkodást is értjük. Mi lesz a döntés? Ennek a, még egyszer mondom, az, hogy hozzájárulunk, de lesznek feltételeink, vagy szeretnénk feltételül szabni azt, hogy ha már ilyen kapkodóan megy, legalább legyen lehetőség az ellenzéknek is a saját véleményét például az árószavazás előtti módosító formájában benyújtani és megjeleníteni. Mik ezek a konkrét feltételek? Ügyben. Ezeket azért nem szeretném még elmondani, mert reggel fogjuk őket eldönteni, de azt azért látni kell, és itt hosszan vitatkoztunk erről már képviselőtársam az alapügyben, pont ennél az asztalnál, pont erről az ügyről, hogy amikor először ez a javaslat felmerült, hogy azért ennek a javaslatnak a benyújtása az felér egy beismerő vallomással a kormány részéről. Annak a beismerése, hogy képtelen az állam a saját törvényeit betartva egyébként ezekben az ügyekben eljárni. Hiszen tudjuk, hogy a rendőrségi és ügyészségi szakasz volt az, amelyiknél igazán elszállt ez az ügy, és képtelen volt az elsőfokú bíróság 4 év után sem tudott döntést hozni. De itt ebben a konkrét ügyben például a bíróságnál, ha jól tudom, még csak 1,5 éve van az ügy. A szakértőintézet a leterheltsége miatt nem tudott megoldást adni, illetve a rendőrség és az ügyészségi nyomozási szakasz volt olyan hosszú, hogy gyakorlatilag így húzódott el az ügy. A kritika lényege képtelen az állam a saját törvényei alapján eljárni. De ettől függetlenül ezt ugye meg kell oldani, csak azt szeretném mondani, hogy megint ne egy ügy miatt hozzunk olyan döntéseket, amik utána egyébként sokkal rosszabb helyzetet fognak okozni Magyarországon, mert beismerjük azt, hogy végül is akkor nem az a megoldás, hogy a rendszert kiigazítsuk, hanem az a megoldás, hogy a rossz példát még tovább. Miután képviselőtársam sok témát érintett, rezsicsökkentésre csak egy mondatot térnék vissza, hogy szerintem az állami döntések következményeit tekintve ketté kell azt választani, mi az, amikor az állam költségvetési pénzt használ fel, és mi az, amikor valakinek a profitját csökkenti. Tehát a rezsicsökkentés az állami pénzben nem kerül, az állami életszabályozási jogkörrel, és ennek hatására mindenkinek 20%-kal olcsóbbak a közszolgáltatások. Profitcsökkentés is okozhat összeomlás, de nem ennyi bele valóban. Akkor arra majd a felelősséget álljuk, de egyelőre ezt nem látjuk, mert nagy volt nagyon a profit. De a Ároktői ügyben viszont ott a helyzet még egy kicsit rosszabb is, mint amit képviselőtársam említett, mert ott a vádemelés úgy történt meg, hogy nem volt még szakértői vélemény, és így is a szakértői vélemény elkészítése az több mint 2 évet vett igénybe. A szakértő intézet mindazokat a plusz forrásokat, amelyeket ezt követően igényeltek az idei évben, jövő évre nézve is meg fogja kapni, illetve itt több szakértő intézetről is van szó, és eleve az egész szakértői kérdést érdemes lenne megvitatni, megtárgyalni, mert azért itt komoly gondok van a polgárügyekben is, nem csak büntetőügyekben is. Ezt követően a bíróság, amíg nem készült el a szakértői vélemény, értelmesen nem volt abban a helyzetben, hogy döntést hozzon. Tehát itt mindenkinek van bizonyos felelőssége, de összességében azt tudjuk mondani, hogy sajnos itt kifejezetten szakértői mulasztás történt, és ami pedig az előzetesre tartóztatás leghosszabb idejének a meghosszabbítását jelenti, mi azt szeretnénk, hogyha ez egy ugyanolyan szabály lenne, ami Svédországban, vagy Írországban, vagy Németországban is létezik, ne legyen felső határa, de természetesen oda nem szabad eljutni, hogy egy ügyben elsőfokú ítélet ne legyen 3-4 év alatt. Tehát innentől kezdve a törvénynek csak rossz megoldásai vannak, és valóban ezt már itt egyszer megvitattuk. Szerintem, amikor ez a kormány hivatalba került, akkor ha hivatalba lépett, akkor az is egy nagy nehézség volt, amivel szembe kellett nézni, hogy az igazságszolgáltatási önigazgatás rendszere azt totális csődöt mondott. Ezt megváltoztattuk, 2012. január 1-ével van egy új igazgatási rendszer. Szerintem, ha valaki megnézi az OBH elnökének, vagy a kúria elnökének a beszámolóját, akkor azt látja, hogy az ügy teher és az ügy hátralék csökken, de azt senki nem várhatja, hogy ezek egy nap alatt, vagy akár egy év alatt teljesen megoldódnak. Konkrét ügyben kíváncsian várom a szocialisták feltételeit, és a kormány választát ezekre a feltételekre. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük a lehetőséget.